No, ismét itt vagyunk Rákos rendezőn. Február 29-e óta, hát nem nehéz kiszámolni, eltelt 4 teljes hónap, és a projekt, akár látszik, akár nem, az megy a maga tehetetlenségével előre. Tehát egyelőre a főváros nem úgy tűnik, hogy bármit meg tud itt akadályozni. Jelenleg ez a mini, maxi, akármilyen Dubaj, így is írják, hol itt, hol ott, ez megy előre. Ugye jelenleg a kármentesítési munkálatokat kezdik meg. Nem nagyon fog hallatszódni, hogyha az megy a háttérbe, mert annyira azért nem csendes, főleg a vágányok. Szóval megkezdik a kármentesítési munkálatokat ezen a területen, iszonyat több munkálatokról van szó. Hát több száz milliárd lesz majd a CEH, ezt a magyar állam állja, és aztán ugye átadják az arab befektetőnek a területet, aki itt majd lényegében azt csinál, amit akar, mert én azt olvastam, és most vagy így van, vagy nem, de valószínűleg van benne igazság, hogy rengeteg ilyen építési szabály alól felmentést fog kapni. Tehát itt, hogyha ő lapos kúszásban az ég aljáig akar izélt egy létrát, hogy föl lehessen menni a felhőkbe, akkor az lesz, ugye itt egy 200 valahány méter magas felhőkarcoló, stb. De ez a jövő, ez még nagyon messze van, az építkezés nem fog megkezdődni 2024-ben, a kármentesítés nem fog véget érni. Most azért vagyunk itt, oly sok idő után, ha ezt a 4 hónapot egy ilyen projektben lehet sok időnek nevezni, hogy megnézzük, hogy 4 hónap alatt történt-e itt érdemi változás, és ígérem, hogy nem lesz nagyon részletes ez a felvétel, hogyha semmi olyan nincs, amit külön meg lehetne most mutatni február vége óta. Tehát egy ilyen gyors körültekintést gondoltam, hogy csináljunk, aztán majd meglátjuk, hogy van-e valami érdekes ténylegesen. Menjünk, aztán csapjunk bele. Hát akkor az ikonikus állomásépület az jobb nem lett február óta, nem is lesz, ez már szerintem így fog összedőlni, vagy így fogják lebontani. Nem nagyon változott semmi, itt láthatólag annyi, hogy a gaz az ugye nyilvánvalóan egekbe szökött, mert hát ennek sincs már itt igazából gazdája. Pedig ezek itt ugye a vasúttörténeti parkba vezető vágányok. A szobi zónázó, ami ugye itt nem áll meg. De talán jobb is, hogy nem áll meg, éppen elég trauma az utasoknak, hogy ezt menet közben megnézik. A kis utasellátó, ahol egyébként nagyon finom szendvicsek vannak, még egyelőre megvan, még nem költöztették ki, de valószínűleg, hogy a napjai, az órái meg vannak számlálva. A sorompó, amely 10 percen túli zárva tartható, ebben a pillanatban épp felemelkedett, és ez egy igen történelmi pillanat, mert ez nem sűrűn látom nyitva, ezt az SR1-es sorompót. Igazából elég jelentős kocsisorok szoktak kialakulni a Szegedi út felől. Van olyan perverz autós, aki megvárja, hogy ezt kinyissák. Nekem még autóval ez sohasem sikerült kívánom, inkább kerültem Róbert Károly körút felé. Viszont most már legalább ugye az út itt nem macskaköves, tehát egész szépen simán lehet haladni. A kezdőponti oldal Városliget elágazás feleli vágányainál nem sok változás van február óta, konkrétan semmi. Azt a felvételt ott azoknál a feldepózott talpfáknál fejeztük be, és azok most is ugyanúgy ott vannak, senki nem nyúlt semmihez. Gyakorlatilag itt nagy változás nincsen. Ugyanúgy megvan a kis bódé a sorompókezelőnek. És itt is ugyanúgy mindenki megy át tökön passzuljon, mint ahogy az elmúlt évtizedekben bármikor. No, hát a selejtezett talpfák is ugyanígy itt vannak még. Még egyelőre ezeket sem szállította el senki. Igazából hatalmas mennyiség, és ennek egy részét tudnák használni palota bozsokon. Itt pont arról beszélgettünk, hogy a probléma csak az, hogy vajon kivinné-e őket oda, és mivel. Mert azért lehet, hogy ezek nagy része tényleg tüzelőnek sem alkalmas igazán, de azért, ha megnézitek itt közelről, azért ezekben bizony például ez, meg ez, meg még ez is, amikben benne van ez a fém lap, azok egész jó állapotúak ám. Tehát azokért kár.
hogy itt vannak. És azért jó párban benne van ez a fémlap. Ott a kupacot megnézitek akkor is. De irdatlan mennyiség. És a táj az pontosan ugyanolyan, mint februárban, csak kizöldült. Ez már a idei 2021. április 7-ei vagy 8-ai pusztító tűznek a látható nyoma. Itt akkor iszonyat mágiában égtek a talpfák, egy gyújtogatás volt, itt valaki nagyon unatkozott és felgyújtotta a talpfa kupacot, és hát láthatjátok, hogy eléggé elszenesedett, de ez csak egy része, majd mindjárt mutatom jobban. No, hát ha azt mondjuk, hogy Armageddon vagy holdbéli táj, nagyjából az ez a szinoníma. Nézzétek meg, ezek voltak a talpfák itt, amiből csak hát pár darab maradt úgy meg felismerhetőre. Iszonyat lánggal égett le ez a kupac itt. Iszonyat lánggal. Amit mi sem példáz jobban, mint sem, hogy ott van egy fa középen, aminek csak egy elszenesedett csonkja mered az ég felé. Nem semmi. Én azóta nem jártam itt, hiszen nincs erre dolgom, de azért ez döbbenetes. Hatalmas mennyiségű talpfa égettem. Más kérdés, hogy ezek nyilván szemetek voltak, tehát ezt a vasút se lejtezte, de a tűzoltók nagyon megharcoltak, akkor ezzel emlékszem. Az illető valószínűleg elég buzgó volt, mert felgyújtotta ezt a kupacot is, és láthatjátok, hogy ebből a talpfa kupacból sem maradt sok. A közelükben viszont a feldepózott betonaljak sértetlenül megúszták. Körös körül mindenhol betonaljak vannak, ami egy tiprízés után akárhol mellékvonalon még talán remekül használható lenne, ott is. És ez sem nagyon változott, ez a rész. Eddig változásról nem nagyon tudok beszámolni, leszámítva persze, hogy igen, ez a tűz ez itt áprilisban tombolt, április mondom 7 vagy 8. És még egy utolsó kép erről a nagy leégett talpfa kupacról, úgy mementónak, hogy nagyjából ez maradt. És ott van középen az a bizonyos fa, ami a talpfák közé nőtt vesztére, mert együtt pusztult el a talpfákkal. No, ugye most nézünk az állomás épület fele, az a szerencsétlen romos épület ott az állomás épület, amit az előbb szemből néztünk. Ez egy vágány, amit itt még használnak, az egyetlen, amit itt használnak ezen a részen, illetve hát azokat használják ott, ahol a teherkocsik állnak nyilván. És mellettünk a millió, nem rózsaszál, hanem betonaj. Az állomás keleti oldalán haladunk, tehát ha úgy tetszik a zuglói oldalon, és északi irányban, tehát Rákospalota felé. A zajvédőfal elemek továbbra is ott vannak, a bontott zajvédőfal elemek. Itt ezeket a talpfákat nem gyújtották még föl. Azért mondom, hogy még, mert ezt a területet senki nem őrzi, tehát ide tényleg bárki bejön, és hát na. Pedig látjátok, hogy ezek sem olyan mindegyik borzasztóan vészes állapotú talpfa. Tehát ezekkel azért a legtöbbjével itt lehetne mit kezdeni. Ha nem is a fővonalon, ha nem is feltétlenül az államvasútnál, de azért ezt nem kéne kidobni. És ugye nem is lehet kidobni, mert látjátok, telített talpfák, kátrányos és minden egyéb vegyi anyaggal telítve, ez veszélyes hulladék, tehát ennek a megsemmisítése is jelentős költség, akkor inkább használni kéne, legalábbis szerintem. Ez az egy vágány ugye észak felé itt a keleti oldalon, ez mai napig úgy látom tartja magát, de nem ezért filmezek most itt nektek, hanem mert annyira morbid a felső vezeték tartó oszlopok a semmibe, tiszta urbex, tehát hogy ahogy így itt a gazban az ecetfák, sarjadó ecetfák között, ott lent sarjadnak az ecetfák, és 1, 2, 3, 4, 5 felső vezeték tartó oszlop, sőt, hát igazából van ott egy hatodik is, csak azon még van felső vezeték, azt lehet, hogy még tán használják, de hogy ez annyira morbidul néz ki, hogy ezt muszáj volt megörökíteni, pedig megfogadtam, hogy nem forgatok hosszú filmet, mert nem változott egyelőre láthatóan semmi. De azért ez akkor is olyan, hogy hú.
ismét a gyalogos hídnál, ami ugye Zuglót köti össze Angyalfölddel, a Trákos rendezőállomás északi oldalán. És ezt a telephelyet azért elég jelentősen rendbe kapták február óta. Még van pár száz betonaj bent ugyan, de már nincs az a megakupleráj, mint eddig. Ott, ahol fehérnek látjátok, azok is ott betonaljak ám. Csak azok ugye a föld színe alatt vannak. De az végig ott betonalj. A híd változatlan állapotban még egyelőre kitart, és használják is. Most jöttek velünk szembe biciklisek. Csak hát most a zöld lombok között bandukolunk rajta. A felső vezetéktartó oszlop mélyen benőve mindenféle futónövénnyel, és a vezeték romjai meg a szigetelő, ahogy a fák közé bebújik, ott látható a távolban még egy oszlop. És ott vannak ama bizonyos fa felső vezetéktartó oszlopok. Ott az egyik, és ott kicsit balra az ott a másik, az, amit februárban én nagyon megcsodáltam, mert nem is emlékeztem, hogy ilyen még létezik Magyarországon. Hát létezik itt Rákos rendezőn. Nyilván ez a vezeték, amit itt előttünk bújik a lombok között, ez már nincs feszültség alatt, különben itt minden leégett volna a büdös fenébe, de maga az oszlop az elég bizarr. Hát ez a lejáró, ez le lett heggesztve, de nem most már, nagyon-nagyon régen, de nem mintha volna értelme lemenni, mert hogyha megnézitek, akkor oda le lehet jutni Tarzan birodalmába. Úgy, oda vezet a lépcső. És csak, hogy nagyjából hol vagyunk, hogy lássátok ténylegesen, itt van Rákos rendező, az a rész, amit még használnak, és ott a távolban az állomás épület, megmutatom nektek, honnan jöttünk. Onnan jöttünk, az az állomás épület, ahol megy el a KISZ. Az ember nem gondolná, tényleg nem gondolná, hogy itt bármi változni fog a jövőben, mert ez így néz ki nagyjából az elmúlt 25 évben, ahogy most látjátok, és február óta ismételten elmondom 25-ször is, hogy nem változott itt lényegében semmi sem. Jelenleg ugye északi irányba nézünk, Rákos rendező állomás végponti kijáratánál a Váci vonalvágányai, és az esztergomi vonalvágánya ott a legszélén. A gyalogos híd az Ugló irányban nézve, és a Rákos rendező állomás pedig a nyugati pályaudvar felé nézve. Úgy mondaná édesanyám, hogy néma csend és hullaszag. Itt jelenleg még nem történik semmi. Az erdőbe vezető vágányok is épp úgy megvannak. Még egyszer bal oldalt a Váci vonalnak a két vágánya, ugye a jobb meg a bal vágány, és ez itt pedig az esztergomi vonalnak a vágánya. Ugye ez az esztergomi vonal szűk keresztmetszete, hogy Rákos rendező végponti oldalától egy vágányú lényegében a nyugati pályaudvarig, és ez nagyban befolyásolja azt a menetrendet, amit oda nyújtani lehet. A gyalogos felüljáró az Angyalföldi oldalon, és itt is ugyanaz a látkép fogad, mint februárban. Az elbontott vasúti híd, ami ugye az 1995-ös videón még egyértelműen látszik, hogy megvan, sőt, a vágányon még akkor mindenféle tárolt régi járművek álltak. Most vágány sincs, híd sincs, csak a két hídfő tanúskodik arról, hogy itt valaha volt valami. Az Angyalföldi oldalon vagyunk, ez a Tahi út itt előttünk, ez a macskaköves, és az a híd ott az, ami a vasútörténeti parkot köti a Rákos rendező állomással, annak a vágánynak, illetve azoknak a vágányoknak a hídja.
Viszont itt a Tahi úton, itt elég jelentős változás történt. Ha emlékeztek, a februári videóban itt még álltak a lakóházak, és autók is álltak itt előttük, tehát lakták. Azonban, ahogy a költő mondta, várállott most kőhalom. Hát nem is volt vár, de a kőhalom megvan. Ez a ház, vagy ez a házkomplexum már itt nincs. A mellette lévő még ugyan megvan, de már lakatlan. Tehát abból is már kiköltöztek, valószínűleg napokon belül bontják. Tehát ez az a ház, a 29.824-es számú helyrajzi szám, 834-es számú helyrajzi számú ház, ami még áll, ami még lakott volt februárban, most viszont már bontásra vár. Csak mondom, hogy lássátok, hogy hol vagyunk. Ott a vasúti idő, amit az előbb, vagyis hát annak a helye, amit az előbb a másik oldalon mutattam. Ez a Tahi út vége itt az Angyalföldi oldalon. Amma bizonyos gyalogos felüljáró lentről. Ezt sem hiszem egyébként, hogy meg fog maradni, mert egyrészt borzasztó állapotban van, másrészt meg hát nincs is túl jó helyen. Itt Rákos rendező végponti kijáratánál vagyunk. Érdemes nézni a flirtet, ahogy hullámzik a vágányokon. Szegény motorvonat, ez se ilyen bakhátas utakra tervezték, az biztos. No, Rákos rendező nálunk a torony mögött. Aki ismeri hátulról, az ott a torony. Mellettünk egy S70-es kis vált felől, de nem ez az érdekes, hanem hogy itt ténylegesen elkezdődött valami. Ezért ki kellett szaplatni. Itt már valami történik. Itt elég jelentősen megkezdték a növényzet írtását. Ha megnézitek, itt ez az erdő, ami a vágányokon volt, így elő is bújt. A sok-sok sín, ami itt mind-mind a növényzet alatt van. Az egész Rákos rendező állomáson itt most újra kivehető. Nyilván itt majd ezeket ugyan ki kell bontani, de most már legalább láthatóak. Ez itt ugyanen erdő volt előttünk, mint a toldalt mellette, de elmúlt. Ez egy friss kitermelés, ezt mostanában csinálták. Nagyjából ilyen munkát kell elvégezni egész Rákos rendező állomás területén. Iszonyat mennyiségű fát kell eltávolítani. És ha eltávolították a fákat, akkor majd kezdődhet a vágányok felszedése, amik ugye a növényzet alatt vannak. A vágányokat, betonaljakat, talpfákat, zuzótköveket kiszedték, akkor meg jöhet a talajkármentesítése. Én azt gondolom, hogy ez a projekt iszonyat hosszú projekt lesz. Tehát én nem is tudom elképzelni, hogy ezt belátható időn belül itt olyan változás legyen, ami ténylegesen ezt a területet úgymond előre mozdítja. Mert mire itt abba a fázisba jutnak, az évek. A fákat be is kategorizálták már itt. Vastag, kemény lombos, tűzifa, állami tulajdonú, és ott egy sok számjegyű nyilvántartási szám. A legtöbb kupacon ilyen szerepel. Ha esetleg valakinek kedve volna vinni, akkor ne nagyon akarja. Egyébként itt vagyunk már majdnem a Füsti mellett, mindjárt felmászunk arra a kupacra ott, és akkor csinálunk egy körképet, hogy tulajdonképpen merre járunk, mert erről talán senkinek nem mond semmit. Annyi, hogy az ott Rákos rendező állomás végponti oldali bejárati jelzője, tehát Rákospalota Újpest felől azon a jelzőhidon. Ezen feljutottunk erre a kupacra. Jön a kis Vác felől. Pontosabban ez egy szerelvénymenet. És megáll a bejárati jelzőnél, de se baj. Az ott Zugló szembe, Zugló emeletes házai, Rákos rendező
végponti bejárata, és ez az a bizonyos nagy erdőrész, ami már le van tarolva, ahol már megkezdődtek az írtási munkálatok. Hát lehet, hogy majd innen haladnak délfelé, nem tudhatjuk. Ott a torony, ahol a Kiss jön most, ott van a fák mögött a torony. Tehát a Kiss a torony előtt jön most el, és ugye ez meg megy Vác felé. Kiss találkozó, Rákos rendező bejáraton. Ugye ahol a Kiss áll az a Váci vonal, itt ívben fordul a kettes esztergomi vonal. Ott van valahol hátrébb vasútmúzeum megállóhely, amit ma már nem nagyon használnak. Legalábbis a menetrendben nem találtam meg. És az pedig ott maga a Füsti, a volt északi fűtőház, a Magyar Vasúttörténeti Parknak a fűtőháza, a vasútmúzeum maga. Úgyhogy elég közel vagyunk, az látszik. Hát ahhoz a részhez ott nem fognak nyúlni, az biztos. De ami előtte van, itt és itt, ami előttünk terül el, az egészen biztos, hogy egy látszik ott is végig kivágott fák, fatönkök felstócolva, elszállításra várva. Szóval itt ez a rész az egészen biztos, hogy változni fog majd. Ez jelenleg egy ilyen nagyon elhagyatott, nagyon senki földje, de ha ez a projekt beindul, akkor itt utcák lesznek és házak. Hát hogy milyenek, azt most ne firtassuk, milyen utcák és milyen házak, de biztosan nem erdő. És hogy teljes legyen a körkép, még egyszer elfordulunk a torony felé. Az elhaladó Kiss fölött megmutatom nektek a toronyházat. Az a toronyház ott a Kassai tér. Tehát ez a Kassai téri toronyháznak a teteje. Hogy be tudjátok lőni, hogy nagyjából hol vagyunk irányban. Éves bobó tart a Körvasút felé, a Angyalföld állomásra a Markhedi hídon át. Sajnos jobban nem látszik. Közben kicsit kijebb jöttünk, ez már vasútmúzeum megállóhely a kettes vasútvonalon. Ez lenne ugye a mellettünk lévő Füstinek, a Magyar Vasútörténeti Parknak a megállóhelye, hogy kiszolgálja, de én nem nagyon láttam, hogy megállnának most itt vonatok bármikor is. Úgyhogy ez ide megépült, sőt a korszerűsítéskor, amikor itt nyomvonal korrekció volt Rákos rendező és Budapest Angyalföld állomások között, akkor ezt is áthelyezték, és az új helyére is megépült, ahol most van. Ennek ellenére hát használva, na az úgy nincsen. Mindjárt látjátok, jön a vonat, és majd így áthalad. Szépen, ahogy kell. Esztergom felé megy az Z72-es, de... Nem. Láthatjátok, hogy az újonnan újra megépült vasútmúzeum megállóhelyen igazából nem áll meg semmi. Tehát itt a menetrendi kínálat, ezek mikor? Május 31-es július 10-e között, de a legtöbb vonat 6-ó 24-én, 6-ó 19-én, 6-ó 24, 6-ó 18, tehát gyakorlatilag itt egy-két nap megáll egy-egy vonat, ezért megépítettek egy teljes, komplex megállóhelyet. Meg volt ez régebben is, de úgy átrakták az új nyomvonalra. A régi nyomvonal az arra felé volt, úgy egy másik fajta ívvel ért el Rákos rendezőt, még a dízeles nyomvonal. Megépült ide ez az új vasútmúzeum megállóhely, a semmiért. Egyébként nagyon rendben van, tehát hogy így még
Ennek ellenére is azt mondom, hogy teljesen perfekt. Csak hát nem állnak meg itt a vonatok. Nagyon nincs is miért megálljanak, azt gyorsan tegyük hozzá, de ez itt a vasúttörténeti parknak úgy is mondhatjuk, hogy a hátsó udvara. Ugye, aki a vasútmúzeumból érkezik, az ide érkezne be, de hát nem érkezik senki. De ami a lényeg, a régi északi összekötő vasúti híd, a K-hídnak egy megmentett darabja van itt a hátsó udvaron. Érdekesség, hogy ez sose volt zöld. Itt ma zöldre van festve, maga a híd szerkezet szürke volt, amíg a Duna fölött ívelt át. Hát ezt a darabot zöldre festették itt. Jobban mutat, ez kétségkívül így van. Nem túl autentikus, meg hát, hogy ennyire el van dugva, a kutya nem látja, csak aki vonaton utazik. És itt van mellette ugye vasútmúzeum megálló hely, amit ugye nem használnak. Ez itt pedig az Istvántelki víztorony. Hát műszaki emlék, azért nem bontották még el, és nem is fogják. Ott van benne a két dupla kerítésen belül. Érdekesség, hogy ennek az aljában ott alul voltak vágányok, és vannak fotóim, ahogy ott mellette BKV-s mukikat, illetve M8-as híveket bontanak szét. De hát ez nem ma volt, hanem a 90-es évek legelején. Hát egy kis buszozás után, egy kis 30 a busz segítségével ismét Rákosrendezőn vagyunk a Szegedi úti sorompónál, vagy ha úgy tetszik a Szegedi út Teleki Blanka utcai sorompónál. Most elmegyünk még egy kicsit a másik irányba, a kezdőponti oldalra. Arról viszonylag kevés videó született a múltkor is. Közben megint fölnyílt a sorompó, ez egy olyan videó, gyerekek, amiben kétszer is kinyílik ez a sorompó. Hát lassan nem is hiszem el. És akkor nézzük meg, erre van a nyugati pályaudvar. Ezen az oldalon megint csak azt mondom, hogy eddig semmi látványos nincsen. Átkos rendező, állomásnak a kezdőponti oldalon lévő tornya, és itt mellettünk balra ezek a Váci vonalnak a vágányai, Vác-Esztergomi vonalnak a vágányai, ugye arra van Vác, amerre néztünk, és erre pedig a negatív pályaudvar, Róbert Károly körülti felüljáró. Ott, ugye oda kéne az egész Rákos rendező állomást, legalábbis a megállóhelyet áttelepíteni, hogy értelme is legyen az egyes villamossal való kapcsolat, de hát ugye gyakorlatilag ehhez képest egy 400 méterrel odébb van az egész, hanem 500-zal, és itt a semmi közepén van Rákos rendező. Hát ez olyan magyaros virtus megint, de ne is menjünk most bele. Itt ez az előttünk lévő vágány, ez egy kapcsolat a Váci vasútvonal és a Szolnoki, Cegléd-Szolnoki vasútvonal között. Ez a Rákos rendező városligeti elágazás vasútvonal, szám szerint a 219-es, ha ez bárkit egyébként érdekelne, mert minden vasútvonalnak van száma. De itt közben jön egy kis, azt tessék, itt van, na. Itt van a panelház. Hát nem csodaszép? Sírnak a vágányok, mert olyan szinten el van használódva minden. No, és akkor ugye abban az irányban van Városliget elágazás és a Szolnok-Ceglédi vasútvonal. Most arra el fogunk egy kicsit menni, megnézzük, hogy történt-e valami. Én nem gondolnám, hogy egyébként történt, de hát múltkor arra nem is jártunk, most megnézzük, hogy van-e valami. Mert itt megint csak az a talpfa kupac, aminél múltkor elbúcsúztunk, az ott van. Februári felvétel ott ért véget amellett. És én nem gondolnám, hogy itt bármilyen olyan változás van. De megnézzük, mert nem mondhassa azt senki, hogy nem voltam elég alapos. Na, jön egy autentikus vonat Rákos rendezőn. Egy szilícium egyenirányítós villanymozdony, a 14-es, az 1014-es szili. Egy egész érdekes összeállítású szerelvénnyel.
Hát, ha engem kérdeznétek, ez a szerelvény Dunakesziről jöhetett talán, a járműjavítóból, de aztán lehet, hogy a keletiből. Ezt most passzolom. Minden esetre jó pofa. Mint látjátok, azért itt is vannak bőven elveszett sinek. Olyannyira, hogy a felső vezeték is még ott van fölötte. Ugye itt jött ez a vágány is, és keresztezte ezt a vágányt, ami ugye a 219-es vonal része, és arra ment tovább, de ezt csak a felső vezetékből lehet látni, mert vágány már réges-régen nincsen itt. És ebből a rákos rendező Városliget elágazás vonalból azért még ágazik itt is egy másik vágány. Nyilván a váltó már itt sincs bent, mint látjátok, és a vágány is, hát hogy is mondjam csak, inkább gyalogútként funkcionál. Sőt, ha megnézitek, itt a talpfák már csak addig tartanak a másik vágány, rögzítés alatt már nincs is talpfa. Ez viszont itt viszonylag új, még telített és új talpfa. Szóval a vágány, ugye arra van Városliget elágazás, erre pedig, hát nézzük meg mi van, egy vágányzáró sorompónak a helye, például mindenképpen itt látható. Jobb és bal oldalt. És hova vezet ez a vágány? Hát úgy a Dzsindzsásba, úgy Isten igazából. Itt volt rajta egy átjáró, itt vannak a betonlapok. És aztán elvész a gazban. Pedig érdekes lett volna látni, hogy hova megy. Mert itt még látszik. Itt még megvan. És aztán ott eltűnik. Hát látszik rákos rendező, hát ugyanaz a feeling, csak az a másik oldala. Vágányok az erdőben. Épp az imént mondtam, hogy ezen a ritkán használt rákos rendező Városliget elágazás szakaszon igazán jöhetne valami. Hát gyerekek, jött. Igazi retro szerelvény a nohabbal. No, hát igazán nem mondhatom, hogy nincsen szerencsénk. Rákos rendezőn nohab tolat. No, és ha már így itt vagyunk, ez ugye a rákos rendezőnek az a két vágány, ami szintén Városliget elágazás felől jön, tehát a 219-es számú vonal, csak ezek a rendezőnek a hátsó részébe visznek, míg ugye az a vágány, pontosabban itt elágazik az a két vágány, pedig rendesen a váci forgalmi vágányokra visz rá, vagy ha úgy tetszik az esztergomira, vagy ha úgy tetszik, akkor Füsti felé el lehet menni, ezek meg ugye a hátsó rendező részbe visznek, de ezek is most használva vannak, legalábbis ez itt előttem biztosan, mert itt csillog a sínfej. Hát ezt itt az R3-as jelzőnél valószínűleg annyira nem. Látható, hogy
ez a sínfej bizony-bizony eléggé, bár azért nem teljesen használat nélküli, de néha-néha megy rajta valami, az látszik. És ott van még balra egy másik vágány, ami már nagyon benn van a bozótosban, a fölött már felső vezeték sincsen. Az meg ugye hát sejthető. Na ez a Rákos rendező bejárati jelzője ugye Városliget elágazás felől, mint látjátok ez a D jelű, és egy egész érdekes jelzőlapja van. De már sajnos csak a rozsda eszi. És itt állunk, majdnem, hogy már a 100-as vonal mellett, ugye arra ott Rákos rendező előre, az ott előttünk ez a 219-es vonal, és hogyha elnézünk balra, akkor az ott a 100-as vonal, az jön a nyugati felől, és a kettő, az itt nagyjából a mexikai úti, Kacsok-Pongrácz úti felüljáró rendszer alatt ér egymás mellé. Ez a szakasz, ameddig azt mondom, hogy ha valami beavatkozás lesz Rákos rendezőn, akkor nagyjából szerintem talán idáig, mert ez már itt annyira úgymond távol van, ez már inkább a 100-as vonal része, hogy ezt nem hiszem, hogy érinti ez a mini-maxi-midi-Dubaj beruházás. Itt van ez a vágány, amire mondtam, hogy hát azért néha használják, és azért látszik is. Bár azt tegyük hozzá, hogy majd egy kicsit előrébb megmutatom, hogy a gyerekek nagyon unatkoztak ám. Szóval ezt magyarázom, hogy a sűrűn azért valószínűleg nincs ezt használva, mert itt is, meg előrébb is tréfáskedő gyerekek, fiatalok azért elég sok követ pakoltak a sínszálakra, és hogy ez használva lenne, akkor ez nyilván nem lenne rajta. Ennek a helynek itt az az érdekessége, hogy itt a hídtól tovább baloldalt volt mozdonykiállítás kétszer is, meg talán háromszor, mert 87-ben is, amikor itt volt az ÖBB vonatok vonatja, akkor is itt volt. És azon kívül volt még egy érdekessége ennek a helynek, hogy ha hiszitek, ha nem, de itt volt egy ideiglenes megállóhely, itt volt egy megállóhely, majd mindjárt el is mesélem, hogy miért, és hogy pontosan hol. A Városliget elágazás, már azért elég messze vagyunk Rákos rendezőtől. Ugye itt van a szélén az a két vágány, ahol a mozdony kiállítás anno 1982-be és 83-ba meg volt tartva. Eléggé benőtte már a dzsindzsa. Ezeket a vágányokat ugye nem használják már, de megvannak. Így mi. És ugye az ott a Kacsok-Pongrácz úti felüljáró rendszer, jobbra tőlünk pedig a mexikói úti föld alatti és villamos végállomás. És onnan jöttünk Rákos rendező felől, ugye a jobb oldali vágány Rákos rendező, vagy vágányok, és a bal oldali két vágány, az a 100-as vonal, az megy a nyugati pályaudvar felé. Szóval tartozom még egyetlen egy érdekességgel így a film végére. Ugye itt nem csak a mozdony kiállítások voltak 1982-83-ban, illetve az ÖBB vonatok vonata 1987-ben. Ez egy ilyen ikonikus kiállítóhely volt egy időben. És ugye aztán költöztek át a Parádék Angyalföldre ugye 93-ban és 96-ban. Hanem volt egy 1991. augusztus 16 és 20-a között nevezetes pápa látogatás, amikor II. János Pál pápa először Magyarországra látogatott, és ennek apropóján itt a Városligeti elágazásban volt egy megálló hely. Ezeken az oszlopokra, én emlékszem, föl volt rakva, hogy Városliget. És volt itt ideiglenes peron, és hogy aki a pápa látogatásra a Hősök terére igyekszik, egy pillanat, Kecske BHV az Intercity végén, amiben csak egy 280 forintos helyjegy kell, de nem tudom, hogy én ennyien szeretnék-e ilyenen utazni Nyíregyházáig, vagy Debrecenig, mindegy. Szóval ez a pápa látogatás 91. augusztusában volt, és emiatt, de a Hősök terén volt a hatalmas nagy ilyen mise,
volt pódium, emelvény, anyám kínja, ezért volt itt egy megálló, és aki innen a Városligeten át akart sétálni, annak itt álltak meg vonatok, és akkor először, és a mai napig utoljára itt hivatalosan ki volt téve ugyanazzal a mávos kis kék táblával, hogy Városliget, és 4 napról szólt az egész, tehát augusztus, vagy 5, augusztus 16 és 20 között, és aztán le is szedték, és nem is volt tovább, ez csak egy ilyen érdekesség. Visszatérve azonban Rákos rendezőre, azt láthattuk, hogy valahol már zajlanak munkálatok, bontottak el házakat, és vágtak ki erdőrészeket. De azért, ha összességében nézzük a teljes állomást, és most azért egész jól bejártuk, nagyon nagy változás az elmúlt több mint 4 hónapban nem történt. Most indul be a projekt, tehát most szólnak arról a hírek, hogy megkezdik a kármentesítést, 14 milliárdos első ilyen kis csepegtetős csomaggal, hogy akkor ebből valamit csináljunk. De ez nyilván ez csak a jéghegy csúcsa lesz, tehát iszonyat pénzeket fog felemészteni. De most kezdődik. Ilyen szempontból jó is, hogy most jöttünk, meg nem is. Jó, mert meg tudtuk örökíteni még zölden is az eredeti állapotokat majdnem, és rossz, mert igazából olyan hatalmas változást nem tudtunk mutatni. Szerencsénk volt a szilis vonattal és a nohabos vonattal így a végén, meg elsétáltunk erre a szakaszra, ami februárban ugye nem lett bemutatva. Nem tudom, hogy az átépítésnek ez része lesz, vagy nem. Egy biztos, megígérem, hogy ha bármi olyan változás lesz, ami ténylegesen látványos, tehát nem az, hogy kivágnak még 5 fát, de hanem elkezdenek egy területet tényleg úgy lecsupaszítani jó nagy részen, ami látványos, ami megváltoztatja a terepnek az összképét, akkor visszajövök. Egyébként addig most ilyen összefoglaló videót nem tervezek Rákos rendezőről, csak a tényleg lesz valami, úgyhogy ezt tekintsétek egy ilyen záró epizódnak, még az eredeti állapotok bemutatásával, mert tényleg olyan sok minden azért nem változott. De mondom, amint lesz valami, visszajövünk és dokumentálunk, hiszen ez erről szól. Jók legyetek, sziasztok!